Ebben amúgy a Magyar Péter jobb, mint a korábbi ellenzék, tehát az MSZP nek a környékén, hogy, hogy, ez valahogy jobban tudja ezeket kezelni, ezeket az ügyeket. Tehát látszik azért, hogy kicsit frissebb a gondolkodása, jobban érti a politikai kommunikációt. Tehát a... ugyanott tanulta a kommunikációt, mint azok, hát a akik, akik hát most hát, térézni, tehát igazából az egy iskola, a Vladimir Putyin most kötött, gyakorlatilag egy együttműködési szerződés kötött észak ugye? Tényleg. Csak ez egy olyan szép béketábor azért, tehát hogy, hogy Észak-Korea, Kína, de akkor... Oroszország, De ez már egészen, egészen más szint. Tehát eddig csak az volt, hogy akkor Észak-Korea valami fegyvereket ad a háborúhoz, de most már effektíve katonákkal is ott vannak a fronton. Tehát az ez, ez már egy ilyen, ez igen, tehát hogy Észak-Koreával, ez úgy De ezt tudom, -tudom, hogy jelent, hogy akkor Orbán Viktornak már nem csak Putyinhoz kell béketárgyalásokra utaznia, hanem lesz, Kim Jong-unhoz is. A te pénzedből. Ez viszont privát. A Klasszis Lapcsoport podcastja. Üdvözlöm kedves nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat. Önök a Klasszis Média Ez viszont privát című adását látják, még közel annak is a 23. részét, ami számomra azért kedves, mert az én kedvenc számom a 23-as, Michael Jordan után természetesen, mi más után. Én Csabai Károly vagyok, az Enfor és a Privátbankár főszerkesztője. Mondom azok kedvére, akik podcaston hallgatnak minket. És itt van velünk, velem szemben Kovács Angán Marianna, felelősszerkesztő, illetve Vég Márton, újságíró. szaki újságíró. Hello, Hello mindenkinek! Üdvözlöm a nézőket! Pénisz! Jaj, nem. Csak Foglalkozzunk mondok. vele, vagy ne foglalkozzunk vele? Hát nekem napi szinten kell, mert amikor mondjuk elmegyek ugye az illemhelyre, akkor sajnos kell foglalkoznom vele. Nem gondoltam volna, hogy ennél mélyebben is kell. Olvastam, láttam, nekem. Azért mondd el, miről van szó. Hát ugye arról van szó, hogy a TV2-ben megjelent egy tudósítás arról, hogy Magyar Péter igazgatja a nadrágjában a péniszét az Európai Parlamentben. Ugye, méghozzá azt ez hiszem. Csak az alsó nadrágját lett. A, jó, de ez már a. Igen. Hát ő, 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 ők így interpretálták, és méghozzá háttérben igazgatta. Tehát nem természetesen akkor, amikor ö, éppen ő beszélt. Ebből az a narratíva lett, hogy hát én nem is. Ne, na, na, jó, aztán, ezt nem. Nehéz ezt, narratívát találni benne. Nehéz narratívát találni benne. Nehéz idézni az anyagból. És én megnéztem, nem tudom, most uh, sajnos megnéztem, pedig oda volt írva, hogy nyugal nyugalom megzavarására alkalmas képsorok lesznek. Az én nyugalmat nem zavartam, az zavarta meg, hogy tulajdonképpen ez egy teljesen rutinszerű uh, cselekedet volt, szerintem, mondhatom ezt férfiként. No, illetve ki van adva valahogy a rogám üvegbe, hogy Magyar Péterről bármit, ami megalázó, ami, ami kompromittáló, amiből anyagot lehet gyártani, azt mindenről csináljanak anyagot. De és az az érdekes, hogy ez így át... elképzelem azt a tv 2 meetinget, amikor ez így felmerül a gyerekek, egy olyan anyagon van Magyar Péterről, és akkor az így átmegy a, nem tudom, a szerkesztőn, a napi szerkesztőn, a nem tudom én, én bekerül a híradóba, ott akkor a műsorvezető, ez a Gönci Gábor aki akinek szintén többszörösen díjazott, ezt szépen felolvassa, hogy ez így keresztül megy, azért ez egy, ez egy újfajta mélypont azért. Tehát a TV2-nek ez a tények című zé, ez, ez tényleg egy, ez a legalja, már egy jó pár éve. Most kaptak média díjat, nem? Ugye azt hiszem, Minőség. minőségi. Minőségi, minőségi. Igen, igen, igen. Érdemelték, de ez meg, azért ez megint sikerült azért egy olyan mélyre lemenni, amiért úgy innen is gratulálok a fiúknak. Most volt szerencsém kormány is ott lenni. És a TV2, tehát igazából ez már egy kicsit ilyen degradál, hogy, hogy a TV2 olyan riportereket küld oda, a, hát én nem is tudom, hogy ezek, hogy bocsánat, hogy, hogy de hogy ezek nem riporterek, az 7 hétszentség. Tehát látszik, hogy előre ilyen fel, felírt, ilyen hangon fel tudja olvasni, amit jó elé tesznek, de hogy ez, ez már nem tudom, hogy hova lehet ezt a médiát még tovább Zűl, találni, zűl, zűleszteni, jó, hogy ez már egészen elképesztő, hogy a TV2 ország egyik legnézettebb műsora igazából, tehát amit TV2-nek a híradóját, 6-kor, 7-kor, 8-kor, 9-kor is lemegy ugyanaz, akkor már a fél ország látta, úgyhogy egészen penetrán sem ott működik. Még rosszabb, mint a köztévi. A köztévi a TV2-höz képest egy, egy CNN. Ugye a, a, tények, mint az m híradó, és ennek megfelelően szerintem több nézőt is vonz. Most a pontos számokat nem tudom, de hogy talán az RTL híradóját többen nézik, de nincs nagyon leszakadva a tények tőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon nézett műsor, ami hát... Igen. És hogy miért küldenek ilyen embert a kormány informál, valakit küldeni kell, és ott nem lehet elbújni. Ott rengeteg kamera van, ott látják, hogy ki kérdez, mert ennél a műsor, riportnál, hát nevezzük riportnak, nem, ennél a valaminél, ami lejött a tényekben, ö, együtt is megnéztük, nem volt kirőr se a riporternek, se az operatőrnek a neve, és hát nyilván az operatőr nyilván nagyon büszke magára, és kihúzhatja magát, hogy sikerült, valószínűleg jó távolról, ugye egy ilyen ágyék környéki felvételt készíteni, egy borzasztóan érdekelne, hogy mit mondtak, hogy így tök jó felvétel lett, <laughs> vagy így nagyon látszik, vagy a, a Ugye a, a célra mentek oda, vagyom, vagy, csak ott volt kiszúrták, hogy nézd ott szerintem, igaz. Vagy? Szerintem, szerintem e, e, nem, nem, hogy ezzel a célra, hanem szerintem Magyar Pétert folyamatosan veszik. Igen. Szerintem Tehát 0-24-be veszik, és még az is lehet, hogy az, az operatőr bealudt ennél a résznél, hanem amikor valaki amikor visszanézték, vagy nem tudom, az te aranybánya, ebből kéne valamit ki. Lehet, hogy az operatőr észre se vette ezt a mozdulatot, mivel lehet, hogy, bocsánat, de ő is férfi, és lehet, hogy ő is szokta igazgatni az alsónadrágját, amikor éppen szű, vagy nem módon. tudom, pervez módon, és viszont a szerkesztő azt mondta, hogy ebből aranybánya, ez jó lesz, aranybánya ez. lesz ebből. Nekem egy kicsit jobban hozzáértő azt mondta, hogy itt nem az történt, hogy egy nagy képből vágták ki, hanem hogy konkrétan ott azt a területet vették. Tehát itt nem az volt, hogy vettek valami képet, nem tudom, vágóképeztek, és akkor meglátták ezeket a mozdulatokat, hanem konkrétan az operatőr azt akarta ott venni, és így annyira érdekel, hogy aki ezt megcsinálta. Mit érzett, mit mondott, utasításra csinálta el. Nyilván nem véletlenül nem került rá az anyagra sem a riporternek a neve, sem a, az operatőré. De akkor ezt úgy kell akkor elképzelni, ha jól értem. Tehát azt mondták, hogy figyelj, mondok egy nevet, remélem, senkit nem látok, Sanyi, menjél oda, és ezt a részt eh, vegyed a Magyar Péternek, hát ha történik valami. Nem, nem, szerintem ez úgy volt, hogy ott volt mellette egy riporter, és azt mondta, hogy figy meglátta ezt ez a szokott, hú, szokta. azt nézd meg, Sanyi, azt szokta most járgálni. gyorsan. Mm -hmm. Mindig, és hát van ez, egy, ez mindig van egy ez az kiér. oknyomozó anyagból. Nekem ezt nem tanították az újságírás. Mikor hát, mert ez nem újságírás, amit kéne tanulni. Itt a kollégák, akik veszik föl a műsorunkat. Szerintem őket se tanították erre, hogy ezt vegyék föl, vagy így vegyék föl, viszont itt közben a kollega mondta, és ez, ez tényleg jó felvetés, hogy. Ez nem a TV2-nek a felvétele lehetett esetleg, hanem az Európai Parlament, én nem tudom. Na tök mindegy, de odon kivágja, és ők csináltak belőle. valaki eljágon. azért csak észrevette, valaki kivágta, valaki azt mondta, hogy én ehhez a nevemet, az arcomat, a szaktudásomat adom, én ehhez a szakmai lelki ismeretemet adom. Plusz, Tehát de onnan kezdődik. Meg benne, nem, egy, 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 egy <laughs> a tv volt, mert most hülyeség, hogy visszagondolok, én most júliusban voltam kincs Strasbourg, nagyon sok, nagyon sok média van ott. Persze. Nagyon sok tévés, komolyabb tévék vannak Nem a magyar parlament, Persze. csak egy kamera. És én is föl tudtam venni, hogy Magyar Péter bevonult, akkor nem igazgatott semmit, de fölvettem a saját mobilommal, amikor az első bevonulása megvolt, tehát és ott voltunk, hogy százan újságírók. Tehát onnan föntről szerintem nagyon gyors, nagyon közelít lehet adni, hogyha valaki ott valamit ilyet csinál. Egyébként van egy témaötletem. Na. Arra gondoltam, hogy írok a TV2-nek, hogy én, én, nagyon szívesen elbeszélgetnék a riporterrel, hiszen onnan kezdődik az egész, hogy mi az, hogy hír, mi az, hogy esemény, mi az, amit megmutatunk, és mi az, amit nem mutatunk meg, mert nincsen relevant. Téged nem érdekelne a szakmai indoklás? Őszintén? Nem. Hát egy tíz éve még érdekelt volna. Mert... Őszintén engem nem érdekel. Már nem érdekel, hogy miről mit gondolnak, hogy igazából... Akkor állam. az csak nálam verik, ki a biztosítékot, hogy nincs ott a riporter neve? Egy női hagnarája egyébként az é. anyagot, vagy nem anyagot, hát a képek egymás utánját. Nem tudom, ő készítette, de én nagyon szívesen most megígérem itt a, a nézőknek, hogy írni fogok a TV2-nek, és Jó. szerintem tudunk helyet biztosítani. Hogy nyugodtan mondja el, hogy szakmailag mi vezette őt, mit szeretett volna megmutatni az EP-ben történtekről, <laughs> hogy. Magyar Péternek az ágyékáról kellett egy másfél perces anyagot ké készítenie, és nem is csak erről, önmagában ez védhetetlen szerintem, de majd meggyőz. Most Na, vagy azt mondják, hogy van az a pénz, nekem nincs az a pénz, amit, a, a, amit kifizetnének azért, hogy én ezt megcsináljam. Azért ez egy nagyon cinikus mondat lenne, hogy van az a pénz. Tehát, hát én nem, nem tudom. Nem hogy egy kezdő riporterlány, akinek odaadták, hogy akkor ezt kell csinálni. Na, de Na, kezdő de akkor nem akartam. Hát, hát, de nem gondolkodik? Hát valószínűleg muszáj volt, vagy nem tudom. Tehát, ha ha holnap is még akart dolgozni, akkor meg De lecsinálni. akkor nem akarsz. Akkor nem akarsz, mert te újságíró szeretnél lenni, ez meg nem újságírás. De akkor de ez, mondom, nem, ez nem azt jelenti, hogy most már akkora a baj a Fidesz házatájára, hogy ilyenekre. Tehát én nem, nem képzelem, tehát mondjuk például a Márki Zajt Péter is valószínűleg megigazgatta az alsónadrágját, és akkor még nem mentek ilyen mére, mert akkor még nem volt olyan nagy a félelem attól, hogy esetleg közel van az ellenzék. Tehát most már akkor a baj, és ugye azért ezen a, ennek a hétnek a történése az is hogy az ide a közvéleménykutató kihozta azt, hogy már csak 3 pont távolságra van ugye a Tisza a Fideszre, amire ugye tegnap ott voltál a ugye most csütörtökön beszélünk, ugye szerdán ott voltál a kormányinfon, amire Gulyás mit mondott az ide a Hát, hogy ez egy politikai termék gyakorlatilag, tehát hogy nem kell komolyan venni, nekik is vannak méréseik, amik meg más mutatnak. De azt nem, nem árulja el. Na nálam ez vágta ki a biztosítékot, hogy, hogy hogy, nem árulja el, a nekünk is vannak mérésénk, a nekünk azok mi vagyunk, az adófizető polgárok. Mert mi fizetjük a kormánynak az összes költését, nem? De nem lehet, hogy ez Fidesz, mint párt. De mérés. azt ő nem azt nem mondta. Uh -huh. is egy kormányinfóna, kormányról beszélt, szóval lehet. Igen. Hogy igen. Ez mindig szörnyű egyébként, hogy összecsúszik a kormánypárt, meg maga a kormány, a kormányt mi finanszírozzuk, a Fidesz meg azok finanszírozzák, akik hát ott is van akik szavaznak. Oké, okay, igen, csak. Tehát nekem jogom van tudni adófizetőként, hogy ha a kormány megbízásából készül, már pedig szerintem ott nincs egyébként ilyen vörös vonal, vagy, 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 vagy tűzfal, szerintem ott össze-vissza a pénzek. Tehát a Fidesz uh, hát kassza, a meg a és a környéke szerintem állandóan mindent szondáz, tehát onnan jöhetnek be az adatok. Most tényleg az egyik kutatás ezt mutatja, másik azt mutatja, nagyjából tényleg úgy látszik azért, hogy elég közel vannak a, a felek szerintem. egymáshoz. Valószínűleg ott rontják el, vagy volt tényleg a Magyar Péternél, én sem tudom megfejteni, hogy a jelenségokat, vagy ezek a ezek lepattannak róla, tehát, hogy már készítenek Annyira róla. Annyira átlátszó, nem? Tehát, tehát van egy ilyen kép, amit próbálnak róla kialakítani, hogy hát ez egy, ez egy, ez egy életetlen alak. Tehát, hogy nem az lesz, hogy a Magyar Péternek csökken a népszerűsége, hanem épp az, hogy, hogy még a táborát még jobban össze... Hát ez az, de az minél jobban támadják, hogy, hogy, hogy... de ez ugyanaz, hogy minél jobban támadják az ősz táborra is annál jobban összezár. Ezekből, ebből még jobban jön ki. Ebből a péniszügyből is jobban de fog fog De mennyire kijönni. jól kommunikálta le? Há, persze. Nevetett rajtuk. Igen. Fogta oda át, nem padlizsánnal, meg bocsánat, <laughs> egy banánnal, és azt tette, amit az egyetlen dolgot, amit tehetett, hogy szemben nevette őket. Mert hogyha kiáll és tart egy sajtótájékoztat, hogy kikérem magamnak, ez nem, laza erőt mutat, hiszen azt tud ezen nevetni, aki erős, akit ez nem érint meg. De hát én, én nem vagyok Magyar Péter rajongó, én is. Ne! De, ne de ne ne te lehet róla tudni, de ne. hogy, hogy ezek, a, ezek a ez már tényleg olyan nevetséges szint, hogy, hogy, és ebben amúgy a Magyar Péter jobb, mint a korábbi ellenzék, tehát az MSZP-nek a környékén, hogy, hogy ez valahogy jobban tudja ezeket, kezelni ezeket az ügyeket. Tehát látszik azért, hogy egy kicsit frissebb a gondolkodása, jobban érti a politikai kommunikációt. Tehát a... ugyanott tanulta a kommunikációt, mint azokat, hát, a hát most térni, Tehát igazából az egy iskola, tehát az tudja, ilyen. hogy mire lehet felkészülni. Tehát... És te láttad ennek a Gulyás Gergelyt, aki ugyanabból az iskolába jött, sőt, ők hát, barátok, barátok is, is, volt, is voltak. Igen. Tehát valószínűleg ugyanazon a képzésen, ha vol, van ilyen, vagy biztos volt ilyen, ilyen összetartás, vagy nem tudom, tanfolyam. És a Gulyás Gergely úgy szerepel, ahogy szerepel, Szerintem ő nem tudta volna jó a péniszvakarását olyan jól megvédeni, mint a Magyar Péter, és Magyar Péter meg így. Tehát, hogy, hogy nem tud, találnak rajta fogást, én egyetértek a, a Marcival. Nem, nem, nem akartam akarta megvédeni, nem, nem foglalkozik vele ilyen szinten, hogy most magyarázni, meg nem tudom. Egyébként ugye arról is beszélt a Gulyás, hogy ő, ő úgy látja, hogy nem jelent a Tisza nagy fenyegetést. De hát akkor miért van vele a hírtévé? Azt hogy nyugodtak vagyunk. Miért, de nem nyugodtak, hiszen tele van a hírtévé, a tény. A TV2, a, a, Metropol, tehát ez az egész nagy birodalom tele van vele. Tehát, hogy ö, tényleg minden szinten bombázzák, de akkor ez nem egy beismerő vallomás, hogy de baromira aggódnak? De. Hazudtunk reggel, éjjel és este. De a gyurcsány most, helyét miért átvette a magyar. Te le, tehát, hogy, hogy most a gazdasági mutatókat kéne kiplakátolni, ott olyan sok büszkeségre azért. Marci, hát most, most, most hirdették meg az ak van tele egyébként akció. Pont. Tervet, hát az akciótel, új akciótel, az hány hány akciótervet hirdetett a Nagymárton, meg a Varga, meg ezek az elmúltok? De ezt kérdezik. most vegyük komolyan. Itt, itt, ezt de most, de most, most komolyan. konkrét lépések lesznek jövőre. Tehát jövő nyártól a családi adókedvezmény visszatérítés már 50%-kal emelkedik. Jövő nyártól, tehát ismét 2025 nyártól is majd 26-tól fog duplázódni. Hát Ugye, hogyha a tanári béremelés, az az 26-tól? De ez, Jó. Egy véletlen ez egy véletlen egybeesés? Ez egy ugye? Hogy akkor lesznek az országgyűlési választások? Azért ez kevés Tehát, hogyha megnézzük az inflációt, meg a, azért ez nem mérhető ahhoz, mint amikor ugye, az szi visszaadták, a befizetett szi a, a családoknak. Tehát az, hogy most 5-10 ezer forintot adnak, ez nagyon-nagyon kevés, főleg az infláció miatt. Hát igen, most nem fognak tűnni 2000 milliárdot kiosztani hát, ki itt ki, ki ki 21 ben Azért van a hátunk De mögött egy a... ezer milliárdos kínai hitel, szóval lehet, hogy van még ott mozgás. Az fér. még szép lenne tényleg a kínai hitel. Hát persze, jó, én is tudom, nem vagyok hülye, mert Európai Uniós forrás nem lesz. Azt most sem kijelenthetjük. Nem nagyon látom. Bár most Erasmus ügyben éppen mozgolódás van, tehát mintha egy picit visszaléptek volna. Tegnap olvastam a, az Erasmus ügyében, tehát nem tudom, itt az eszélye, hogy... Az tehát, tehát azok a jogállamisági agályok közül, bár a gyere, azt, azt nem tudom elképzelni, hogy a gyermekvédelmi törvényen bármit, bármit ö, ö, is hoznának, bár engem felháborítottam, korbán homofóbnak nevezte, tehát azt mondta, hogy a migránsok miatt nő a homofóbia Magyarországon. Is, Igen, meg ő az LMBTQ un... közösség védelmezője. És hogy a, és ugye a gyermekvédelmi törvényről, ott, ott a gyermekvédelmi törvényt, hogy azt akarják, hogy töröljük el a töröljék el ők a gyermekvédelmi törvényt, hát nem azt akarják, hanem azt akarják, hogy egy normális, gyermek, nem egy, ne egy homofób gyermekvédelmi törvény legyen, hanem egy normális, tehát egy tényleg a gyermeket és a családokat védő törvényt. Ilyet nem látunk. Ez egyrészt nagyon jól csinálják, hogy, hogy ki hogy lesz, hogy tehát a jövő nyáron, meg, tehát hogy kétszer lehet majd bejelenteni, tehát hogy megint emeljük, Nem, megint emeljük, tehát ez ebbe csodásan, el kell ismerni, hogy ebbe profik, tehát hogy bejelentjük, hogy majd később emeljük, akkor bejelentik, majd, hogy na megemeltük, és aztán megint, tehát folyamatosan egy-másfél évig lehet erről dumálni, hogy ők emelik a családok után járó kedvezményt, ez nagyon jó. Másrészt pedig, ez mindig benne van a Fidesznek ez a szociálpolitikája, hogy ugye annak tudod visszatérteni az eszélyet, meg a család, akinek van bevétele jól. Tehát nem a családi pótlétkót emelik meg, ami normatívon jár a szegényebb családoknak is, mert aki mondjuk munkanélküli, meg tehát, a, tehát mindig, mindig, azok kapnak, ez a Fidesznek a családpolitikának, de akinek már eleve van. Tehát mit tudom én, a a Mészáros Lőrincsnek a gyerekei után én nem adnék semmilyen adókedvezményt. Na, a nagy gyerekei. Van. Tehát nincsen, nincs a rászorultság jel, mint de most olyan. Diszkriminatív discriminat diskriminatív vagy. Nem, tehát, hogy itt megint előjön belőlem ugye a balos ízét. Tehát, hogy ha a, miért a... kapnának? hát a... miért? Hát, hogyha jár nekik, akkor én, én megadnám, ha jár nekik. Miért? Nem ott kell megfogni a mészáros lőrincet. De itt mindegy. Tehát én, szerintem. hogyha ez Szerintem, már megint az a, 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 a rászorultság jelv, mint olyan az annyira hiányzik ebből az országból. Na az igen. De azért De az hiányzik, is. mert nincs szolidaritás. A Fidesz az egy populista párt. Hogyha azt mérnék, ott, ahol te említetted, hogy ez az ország szolidáris mm. és szociálisan gondolkodik, akkor, akkor lenne ilyen elf, hogyha azt mérnék a közvélemény kutatások, hogy ez egy nagyon zöld ország, mi sem fontosabb, mint az erdők, akkor itt olyan erdőtelepítési program lenne, hogy ihaj, nem, ők arra a muzsikára táncolnak, amit hallanak. Hát ezt nem tudom, hogy kirendeli meg, de egy olyan országban, ahol bejelentik azt, hogy, hogy, hogy nem tudom, 50 forint jár, hogyha visszaviszem a a műanyag flakont, és ezért a szemmel láthatóan Budapesten erre komplet csoportok álltak rá, hogy akkor gyűjtik esténként. a. Tehát egy ilyen országban élünk, ahol 50 forintig kör, könnyékig vagyok a kukában. Ehhez képest a rászorultságjel meg semmi nincsen. Tehát, hogy... És miért nem a vízminősége volt? Tehát miért nem, nem, nem lehet mondjuk a vízminőséget javítani, hogy csapvízből tudjak inni? Ne kelljen leszűrni a csapvizet, és ne kelljen, mondjuk aki meg nem szűri le, ne kelljen elmennie, mondjuk palackokért venni mondjuk egy ilyen másfél literes izét, vagy nem tudom, hat, hat darab van egy ilyen csomagban. Tehát érted? Tehát soha nem a. Nekem az a baj, Ezt hogy te, soha nem a probléma gyökerét akarják kiirtani, hanem teljesen látszatintézkedéseket hoznak folyamatosan. És ezzel még nagyobb problémát generálnak. Most itt van, most mondhatnám azt, hogy megint jött egy a, ugye a lakatási intézkedés, ugye megint hoztak egy olyan bérlakás program. Én nagyon kivágtanálom a biztosítékot ezt, mert itt volt nálunk a klasszis klubban tavaly ö, márciusban, sőt, lehet, hogy nem, 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 nem tavaly márciusban miniszter úr, itt volt, Lázár János miniszter úr, és Lázár János miniszter urat hát megkérdeztük a bérlakás programról. Kérdeztem én úgy is, mint egy 31 és 27 éves ö, felnőtt fiatalnak az édesapja, akiknek most jelen pillanatban ők például a bérelt lakásban laknak, hogy mikor lesz az ő megélhetésük, a lakhatásuk egyszerűbb, és akkor azt mondta, hm, nincs bérlakás, nem gondolkodunk bérlakás programban. Akkor most változott valami. De akkor ez jó, nem? Jó, jó. Most a kormány szóvűvén a Gulyás Gergely azt mondta, hogy a kormány mindig is azt preferálta, hogy inkább tulajdonba. Tulajdonuk legyen a fiataloknak, ne bérlakás legyen. Tehát eddig ez volt a de fő, el... fő. Mert hogy a magyar az abban gondolkodik, hogy tulajdonom legyen, inkább elod, eladósodok, elmegyek a bankba, felveszek 20 milliót, meg felveszem hozzá a csokot, meg a nem tudom én mit, és akkor legalább lesz egy. Miközben lesz egy 50 a... négyzetméteres építés, amivel viszont a következő száz évbe fizethetem a pénzét, csak a bérlakás ne legyen. De volt alternatíva? Tehát, hogy voltak tömegesen elérhető bérlakások? Nem, de vagy az mert, volt, a, a karácsony gerge nem... is ezért nyerte meg, amúgy nem tudom négy-öt évvel az izét a főpolgármesterét, hogyha itt őt megválasztják, ott voltam a sajtótájékoztató olyan két nappal a választás előtt, ezt mondta, hogy ha ő itt nyer, akkor itt olyan bérlakás program lesz Budapeste, hogy ihaj. Jó, nyilván ez a, ott a Fudan egyetem környékén akarták azt felhúzni, meg összepárosították, hogy akkor az olimpiával, vagy mit tudom én már mivel. De a lényeg az, hogy egy darab. A a a diák... Ugye az a, a, a diákváros volt itt a nagy ígéret, Igen. hogy olcsón ott ott lesz, egy, ott egy, egy, egy darabban nem nőtt. A, tehát a, ezt minden, minden politikus állandóan megígéri, hogy itt olyan bérlakás program lesz, de valahogy, valahogy ezt nem akarja valahogy összejönni, pedig igazából mindenki érti, hogy szükség lenne rá, és nem is olyan, nem tűnik olyan egetrengetően olyan nehéz feladatnak, még a Mészáros Lőrinc még építhetné is magát a, az épületet, ugye jó túlárazva, a fiatal... Az, 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 hogy nem lett bérlakás, vagy nem épülnek bérlakások a fővárosban, az, szerintem a legkevésbé Karácsony Gergelynek a szóval így nagyon Daptam, de Elindult mert... hát a, hogy... a választásokon, akkor még nem tudta, hogy ha megválasztják őt. Egyrészt nem tudta, hogy megválasztják őt, É, miután megválasztották, nem tudta, hogy utána a kormány ö, ö, satuféket nyom, és egy büdös kanyit nem ad nekik, hát még mindig nem fizették ki nekik a, azt a szerény 6 milliárd ö, forintos áfát a láncét utána, ami ami egyébként most már jó a 4 milliárdot ér, ugye az infláció miatt meg kell hallgatni a YouTube-on, itt van fönt a klasszis média, klasszis nevezetű csatornáján, ott van fönt a Kis Amrussal, tegnap kiváló kollégánk Dobos Zoltán interjúját, amiben szó esik arról, hogy tulajdonképpen Bravúr, bravúrkodnak a, a, a fővárosban. Hát, mindig sírnak. Bicsom, mindenki jól, mindig, sír, mindig sírnak, mindenki hogy mindenki sír. Sem. de figyelj, Szerintem, de... hogy egy baloldali városvezetés van, akkor ne azt mondom, hogy egy százezer bérlakást, de legalább egy házat mutasson meg, hogy ezt felépítettem, és ebbe beköltözött. Marci, nekem egy, egy olyan főváros mutassal, amelyiknek a kormánya ennyire szembe megy. Én ezt, mind a vélet, a felánsa, én ezt mind értel, tudom, értel, mind értel. tudom. Érted, hát jó, én most nem akarom mentegetni, biztos, hogy ők is máshogy is más célokra költhettek volna, próbálhattak volna más, más de csak azt mondom, hogy most próbáltak a... volna, mert hogyha például olyan szemben vagy, meg, meg lehetne mutatni, hogy más vagyok, mint a kormány. Tehát jó, a kormány nem épít, nem segít. De mi Érted? Most, most, végre, most végre elérték azt, hogy az Európai Uniótól közvetlenül ők is uh, igényel, vagy pályázhatnak forrásokra. De ez is eltelt egy idő, mire ezt ez ki. És, eszmé, és a eszméletlen és nagy kormányzati nem, drága, drága emberek, gyűjtsünk adományokat. Én esküszöm, még én is átutalok neki egy, nem tudom, ezer forintot, és akkor nem tudom én mi, csak hogy valami épüljön, valami történjen már ebben a fronton is, mert szerintem itt a kormányra is, hogyha várunk itt. Hát be... az jó, ha, ha 1,7 millióan vagyunk, ha mindenki ezer forintot átutal, akkor az már 1,7 milliárd. Na, nem egy stadion, de valami. Ha nem egy stadion, <laughs> igen. Tehát nem olyan egetrengető összegekről van szó, ez mind elkötelezettség, meg célkütőzés, és Bárján, a többi. és a hát ott többi. volt a közösségi költségvetés, hogy ott van az egy milliárd, nem? Amikor lehet szavazni arra, hogy most madár etetőt rakjanak ki, vagy új padokat, tehát hogy ha nem ez lett volna, hanem mondjuk azt mondják, hogy ebből az egy milliárdból most nem nagyon sok lakás lehetne egyébként, de valamennyit akkor ki lehetett volna próbálni, hogy Működik, de, de vagy egy nem egy működik? Ennél szárul. azért sokkal cinikusabb a kormány most, mert ugye azt mondják, hogy huha, lakhatási problémák vannak. Hány éve vannak lakatási lakhatási problémák? Ki volt az, aki feltüzelte az ingatlan piacot a váró hitellel, a csokkal, és most meg felteszik a kezüket, hogy gond van, de mi jövünk a megoldással. Igen, úgyhogy Budapesten mondjuk egy kétszobás lakást mondjuk ki lehet vérelni, mondjuk 200-250 ezer forintért, egy, mit tudom én, 30 évesnek a kezdő fizetése az mondjuk, hát az elég ingadozó, de valószínűleg hármasra kezdődik, és hogyha mondjuk egyedül van, akkor még kifizeti a, az albérletét, és akkor marad mondjuk 100 ezer forintja, ami kb. el fog forni hó. Kénytelenek összeköltözni. Egyre több olyan van, hogy tehát párok előre hozzák a, nem azt mondom, hogy a családalapítás, de hogy, hogy összeköltöznek, vagy pedig olyan is van már, hogy szobák, tehát Persze. baráti társaságok szobáként ott vannak. Tehát ez most már visszamegyünk a nem tudom hova. De még az sincs, hogyha a szobába költözöl lakás helyett, akkor annyi pénzt félre tudsz tenni, hogy mondjuk egy kezdőt összehozol egy lakáshoz. Tehát annyira sarokba vannak szorítva az emberek, hogy vagy felveszed a babavárót, vagy gyerekeket vállalsz, vagy hát jó esély, akkor nem Még egy magyar gondolkodás ez, hogy csak az a fix, hogy, hogy a tulajdonom van. Tehát azért számos olyan nyugat-európai országban, ahol az egy, teljesen, az egy teljesen bevett szisztéma, amúgy, hogy bérlakásban élek le akár az egész életemet, vagy, vagy nagyon sokáig. Tehát, biztons, hogy Amerikában jobbra-balra költöznek az emberek három évente, a saját tulajdonon, hanem egyszerűen kibérli. De ez is, ez, ez a is magyar te... meg abba, 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 van, hogy úristen... Csak Már a... nem a, magyar Péter, hanem a igen. Igen, magyar emberek úgy hogy hogyha saját tulajdonom van, akkor legalább, mert itt mindig jönnek ilyen mindenféle rabló kormányok, meg háborúk, vagy csak az a jó, hogyha megvan a saját lakásom. Az a fix de egy, egyébként ez nem egy cinikus megközelítés, hogy azt mondja a, a Gulyás, hogy akkor legyen, tényleg ők a saját, a saját tulajdon preferálják, ugye arra nincs pénzük az embereknek, hogy megvásárolnak, tehát bank hitelt kell fölvenni, de ugyanakkor extra profitadóval tovább szivatom a bankokat, és elveszek tőlük pénzt, a, aminek a teréit meg ők áthárítják az ügyfelekre. Tehát miközben bankellenes kormány, azt mondja, hogy legyen tulajdon, és nem, tud, nem tudnak az emberek honnan nyújtózkodni, mert ugye a takarójuk vége. Tehát az egész már megint a, oda jutunk ki, hogy nem egy konzisztens gondolkodás van a kormány részéről, hanem ilyen szlogenek. Jól hangzik. Jól hangzik. Látvány. Az is ugye ugyanez volt, tehát pontosan Igen. tudták, hogy át Igen. lesznek a költségek Igen. hárítva a vásárlókra. Ez ugyanaz. Jól hangzik, jól, jól hangzik. hangzik. Jól néz ki, hogy olcsó a csirke, már jól. Majd a nemzeti konzultációba biztos lesz egy Na, jelent. tényleg, beszéljünk csak a nemzeti csak ez konzultáció... a kedvenc, a kedvenc témámat, hogyha még be lehetne. Ki fogott tölteni? Hány bérlakást lehetne báron, építeni a nemzeti konzultációnak a 6-7 milliárd forintos költségeiből, <laughs> meg illetve a hozzá kapcsolódó plakátkampányokból, amik elvileg nem nem plakátkampányok, hanem tájékoztatják az embereket, hogy elmondhatják. De most, a most milyen miért lesz a vajon a Azt tudjátok, hogy a, egyébként bocsánat, hogy nagyon fontos, ez tényleg fontos, hogy a, a kormányba, az ez viszont privátot nagyon hallgatják, nézik. Igen. Bizony. Jézus, üdvözlöm. Mert Dobos Zoltán kolléga néhány héttel ezelőtt felvetette a nemzeti konzultációt. Hogy... Kéne hogy, Kéne már. hogy majd a kormány... Hiányzott a kollégám? nem, nem azt mondta, azt az majd a végén ki fognak találni meg a nemzeti konzultán, figyeljétek meg, és figyeljétek meg. És Így van. Így van. Tehát, én is ilyen éreztem valami, hetek óta így rosszul éreztem magam, egy, hogy, té hogy, hogy, mi kéne, és hogy, hogy és de szerencsére a rogániknál kitalálták. De amúgy a gazdasági semlegességről lesz, ha jól követtem az eseményeket. A... Persze, hát az kell, a gazdasági semlegesség. És egy direkt vissza, ez már 14. vagy 15. bocsánat, Biztos 15 ezt... Látod, már hívnak. Igen, látom. 15 nemzeti konzultáció, és visszanéztem, hogy, hogy mennyien töltötték ki korábban, meg küldték vissza. A, a legnagyobb az a soros szóló volt, az több mint két millióan. az volt a legjobban, ugye az Ott tényleg volt a 97 Hát ott szerintem mindenki utálta a, a soros tippeljük igen. meg, hogy most hány százalék lesz. Tehát, hogy hány százalék lesz, aki, aki igen mondva, nem tudom mi. Hát egy, -e, van egy tősbát, és egy ilyen másfél millió általában vissza szokták küldeni, hogyha online is lehet, meg, meg papír alapon igen, is. Online ott elég nagy vonalúak, mert olyan e-mail címről. Igen, igen, én is tízszer kitől. Szerintetek lakadott már elkészült a plakát a Rogánéknál, hogy hány százalék lesz a plakát? Tudod, hogy egy ilyen nagy plakát kampányra egy nagy 7 milliárd forintos keretszerződést már aláírtak. Csak azt tudom, nyugatcégeivel... hogy a plakátnak hát, milyen Tudom, lesz a... mert, mert, mert Maja megírta. Ki más tehát... volna meg? Igen. De hogy a plakát az egy ilyen bombás lesz vajon, vagy inkább egy ugye meg gazdasági semlegeség, akkor azt kell mondani. Magyar hogy... Péternek Szerintem a, az, egy... az ágyék vagy, vagy ilyen pénzes táskák, hogy mi, mi, mi Kínával is üzletelünk meg. Azt mondják, a Magyar Péter ágyékának benne ben kell lesz szerepelni egy <laughs> ilyen plakáton. Tehát 97 és ott, a, ott a, valahol, a, valahol a szélén ott, ott van az ágyéka. Hát én vele tenném, igen. Ugye? Kell, Ugye? kell, kell, kell. Nem én csak a kezét tenném bele, hogy adják nekünk külföldről a pénzt, de jön a ronda kezével a magyar Péter, is el akarja ezt venni a magyaroktól. És, de azt még várj, hogy beteszi és akkor Ahol matat. Matatja. Aha, jó. De minden esetre, tehát azt akartam, mondani, hogy igen. a gazdasági témában mindig kevesebben küldik amúgy vissza. Tehát az vagy annyira nem érdekli az embereket. Tehát, tehát hogy, itt vagy belé lehetnek, azt szeretik, hogy jó, a Brüsszel lehet tűrik meg a migránsokról is volt, volt egy, a gazdasági újraindításról is volt egy nemzeti konzultáció, kevesebb, mint egyméről küldték vissza. Tehát nem, nem vagyok benne biztos, hogy ez a nemzeti konzultáció, ez még mindig akkor a Jolly Joker a kormány kezében, mint amennyire feltételezik. Tehát szerintem már azért. Az, kicsit a Az, nem jó hívó kéne, hogy pénztárca konzultáció. Ugye, tehát egy valami... De az, hogy összekötik amúgy a költségvetésnek, a, ez is volt a kormány szó hogy majd akkor szavaznak majd a végső a parlamentben a költségvetés elfogadása, amikor már a, a, konzultációnak az eredménye is megvan, és annak fényében tudnak majd a... Meg, hát, ami a, fel, a fideszes ami, nagyon fontos, vonatják, ami nagyon fontos, hát addig, meg lesz, hogy ki lesz az amerikai elnök. Január 20-án. Ja, tehát most felrúgtuk az utóbbi évek, felrúgták ezt a hülye gyakorlatot, amit szerintem kretén gyakorlatot, hogy tavasszal már megtervezték Igen. a következő évi költségvetést végre visszatértek, és most nekik mondhatják is, hogy na, liberálisok, ezért szoclibek, ezt akartátok, hát akkor most végén fogjuk megtervezni a költséget, és de megvárjuk vele az amerikai választások eredményt, mert az tényleg az annyira befolyásol, mint mindent. Húha. Hát, hogyha Trump nyer, akkor másnap vége a háborúnak. Akkor másnap vége a háborúnak, viszont, hogyha Kamala Harris nyer, akkor másnap minek lesz vége a világnak. Hát a Fidesznek nem lesz vége, úgyhogy pártalom. Hát én, én, hogy meg... meg bár, te, bár te annyira zseniálisan megírtad egy héttel ezelőtt azt, hogy, hogy te, te tulajdonképpen azt hitted, hogy vége lesz a Fidesznek? Ja, nem, hát volt egy ilyen, ugye ezt is Magyar Péter mondta Strasbourgba, hogy miniszterelnök úr, mindketten tudjuk, hogy vége van. Igen, és... Igen, tehát... sem szóval én is már régóta várom, hogy vége legyen. És a, ez a csak így meglepett, hogy így azt mondja, hogy mind a ketten tudjuk, hogy, hogy vége van, már csak időkérdése, vagy, hogy mikor van vége. Szerintem még azért még nincsen vége, és nem így lesz vége. Még azért másfél év van addig a választás, így, amíg, itt, ha valaminek vége lesz, akkor hát azért még, pedig még sok, sok minden Akkor hát azt mondta, hogy ennek választásokon lesz vége. Hogy? Akkor választásokon lesz vége, szerinted? Hát választásokon, bízom benne, hogy választásokon. Szerintem, hogyha átbílen ez a 3% pont mondjuk a Tiszajavára, és mondjuk elkezd még növekedni is, már nem csak az a intézetnél, hanem már hajlandó lesz majd a, a század végben, nem tudom nem is próbálom követni ezeket a. mondjuk a mediánnál. Nem én a kormánypártiakat mondom. A, tehát, hogy a Mert ugye már a századék is azt mondja, hogy, hogy egy egyszámjegyű a, a különbség, már, ők már hajlandók ezt elismerni. Tehát szerintetek akkor magyar Péter előre áll az előrehozott választással? Hát előre állhat vele, de. Persze, nem lesz semmi, de. De, én... de, de el, elő. Tehát, hogyha az abszolút fegyver, tehát azt hogy én kihasználnám a kezébe. Nem akarok neki tanátok adni. Szerint, tehát hogy én ott, én ott van azt... már az, hogy Izé, hogy két-három százalék a különbség, akkor mint politikai kommunikáció is ezt nyom, nyomni kell. Épp az volt a vicc, amikor a DK állt elő, amikor nem tudom én, hogyha úgy alakul a választás, akkor, akkor majd kell előválasztást csinálni, de nem volt, nem volt nyomás, mert messze voltak egymástól a felek, de hogyha tényleg ilyen 50-50 van, akkor az abszolút az ellenzéknek a súlyát azt növeli, hogy akkor legyen előválasztás. Ez, ami szerintem még a Fidesz, amikor még ellenzékben volt 2010 előtt, akkor ők is ott liektek már a gyurcsáj meg a bajnai nyakába, hogy minél hamarabb választás, választás, választás legyen, mert nyomást akarnak rájuk gyakorolni, tehát ez abszolút nyomni kell. Szerintem is nyomni kell. Én mindig, amikor előáll ilyen na jó, nem leszek a hülyeségekkel a kormány, mint a nemzeti konzultáció, akkor mindig azt várom, hogy Magyar Péter mit fog erre lépni. tök jó, mert eddig nem tudtam mit várni, mert a, az olnz annyira béna volt, hogy semmit nem léptek hogy Magyar Péter mit fog erre lépni, nem biztos ő is valami, mit tudom én, magyar, magyaros inzultáció, vagy valami néven elismert. Hát biztos, biztos. Tehát, tényleg, amit mondtál, hogy, hogy, hogy jól csinálja a, a, Fidesz a kommunikációját, mindig, a, mindig leírom azért azoknál, akik gondolkodni nem képesek, de többségében, sajnos, de viszont, hogy a magyar Péter még jobban csinálja. Tehát ezzel nem, nem tudnak vele lépést tartani. Mit fog ő majd lépni erre? Ki tudja? Mondjuk ő nem tud pénzt osztani, tehát ugye ezt azért Azt még nem ne tud. felejtsük el, hogy van még idő, ha be is dobnak egy ilyen előválasztás, előrehozott választási ötletet, nem fog kötélnek állni a Fidesz. Ja, Aki nem, időt nyer, az életet, életet rá, nyer. Csak, Akinek perszi. ideje van, az pénzt tud osztani. Akinek ideje van, az át tudja megint a, a választási körzeteket úgy rajzolni, hogy úgy kicsit jobban jöjjen neki a dolgok. Ugye volt erre már példa, még mindig kétharmad van, tehát gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak. Rendeleti kormányzás van, tehát Szép, hát ezt Tetszettek mondtok, volna előrehozott előre választást kérni 24 januárjában, még mielőtt kirúgták a ezért Novák Katalint, vagy a nyakába vartak mindent, és akkor 28-ig lehetnének. Tehát akkor nem, nem látták ők előre jönni ezt a Magyar Pétert szerintem. És azt nem? azért fontosnak tartom elmondani, hogy, hogy nagyon csalóka az EP, ugye az egy listás szavazás Egem. volt. A választás az meg egyéni körzetek. 106. Tehát ott, aki egy, egyel többet kap, azért az egész mandátum és valószínűleg el fog indulni a mi hazánk, el fog indulni, el fog indulni a Fidesz, el fog indulni akkor a tiszta és valami a, egy ilyen baloldali valami is ott lesz egyénibe, tehát vagy a DK, vagy akkor ez a Momentum, Párbeszéd, LMP ezeknek a valami összeállása, akkor még a Jobbik, meg a Vona, meg mi, rengetegen vannak még, tehát legalább négy, de inkább öt jelölt lesz. És hát azért itt főleg mondjuk Budapesten, nem vagyok Meggyőző. Budapest is mondjuk 20 egyéni körzet, most mondtam ezt számod, a kb. hogy lehet, hogy... Tehát minden kerület egy, nem? Tehát akkor hát 20, a... 22, mondátul. 22, Itt azért Budapesten egy ilyen, mit tudom én, angyalföldön, hogyha elindul egy, egy tiszás, meg elindul egy, egy MSZP-s környéki art, is, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ott, ott, ott szétmennek a szavazatok. Tehát itt még olyan sokfajta Felállás van, és ezekre a mandá budapesti mandátumokra is szükség lesz ahhoz, mert valószínűleg azért vidéken a Fidesz lesz sokkal erősebb. Igen, igen csak, csak ugye... És a vide mindig az lesz a vég, hogy a Tiszának kompromisszumokat kell majd kötnie, ahhoz, hogy győzelem legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy a, ugye a Tiszának most az a nagy kihívás, hogy 106 körzetben hogyan talál versenyképes jelöltet. Én meg azt mondom, hogy ha... Lehet, hogy a véleményemmel, hogy ha átfordul ez a, de bár talán most is, átfordul, és a tiszta, egy kicsit előrébb jár majd a fidesz, lesznek azért, akik ugrándul, át fognak oda De nem azt mondta, hogy nem kell a, a, a régi pártokból senki. Tehát, hogy... Hát azért kellenek neki nevek. Biztos, hogy kellenek. Tehát. Is, és ezt korábbi evp -kben is elmondtam, én is nem fogom felfedni a ízét, a, 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 tehát disz, diszkrét leszek, nem leszek indiszkrét, de tudok olyan nevesebb emberekről, akik már azt mondták, hogy ők a Magyar Pétert fogják támogatni. Ezek fideszes emberek? Nem. De jobboldaliak. Uh -huh. Konzervatív érzületiek. Olyanok, akik, olyanok akik, akik az én számomra is elfogadhatóak. Én, mint liberális gondolkodású értelmiség. Valaki tehát, jobb oldali, azt mondom, még nem kell. Igen, és egyébként ne felejtsük lett. el, hogy csak Magyarországon baloldali a liberalizmus egyébként, a liberalizmus alapvetően jobb oldali. Tehát csak úgy, közelebb áll hozzá. Igen. Közelebb áll a jobb. Ne, az én, az, az én, ö, ö, pedig a centrista gondolkodás áll. közelebb, meg hát az értelmes. Tehát az értelmes ügy iránt, én ö, ügy érdekében én hajlandó vagyok jobboldalival, baloldalival, a szélsőségekkel nem természetesen, de megpróbálom őket is meggyőzni. Tehát az a lényeg, hogy, hogy ha ez átbillen, akkor én úgy tudom, vagy úgy, illetve az, az, arra számítok, hogy azért lesznek majd olyan emberek, akik, akik, jobban beállnak mögé. Mert most ugye azt, azt mondják a magyar Péter, hogy ő van egyedül egy személyes párt, Egyébként szerintem már ez sem, sincs, úgy, mint fél éve, és akkor ott, utána majd nem csak Nagy Ervin fog mögé állni, hanem mondjuk lesznek ennél sokkal falsúlyosabb emberek. És akkor még nagyobb bajba lesznek az Orbánik, akkor már nem is tudom, hogy a pénisz után mit fognak mutogatni. A következő mérföldkő most ugye közeledik október 23. A, és, és, te ott leszel. Ott a... leszek, kint leszünk, forgatunk. A a Orbán Viktor, ugye, ha jól sejtem, akkor ő például az körbe fog beszélni a millenárison, van egy olyan érzésem. lehet, hát hogy beengednek Marci. Tehát a lény lényeg az, hogy, hogy, és utána lesz a Tisza is lesz egy menetelése, igen. ők viszont ugye a Bem József tértől És ennek közel az, lesznek az, egymáshoz. Hát időben, hát, igen. A, a Orbán az délelőtt van, a Tisza hát, délután van, hát, de lehet, térben is időben. De az after party az még ott fog folyni a, a millenárison, minel, amikor már elkezdődik a magyar de, de. Úgyhogy ez majd egy látványos lesz, hogy mondjuk egy ilyen tiszapártos menetelésen mennyien lesznek ott. Tehát ez egy, megint egy erőd demonstráció lesz. Főleg ugye ez most egy ilyen pikáns 56 lesz ugye az Orbán Balázsnak a mondatai után. Tehát, hogy itt, itt megint látványosan lehet, mondani, hogy az Orbán Viktor zárt körben, a tiszapárt meguralja az utcát, hogyha ez lesz a feeling, akkor itt hiába lesznek itt nemzeti konzultációk, meg hasonló, megint a magyar, mindig az lesz, hogy kiuralja a napi rendet, kiuralja a, az adott napokat. Itt jöhetnek már nemzeti konzultációba, hogyha itt megint az lesz az érzés, hogy egyszerűen az utca a Tiszáé, akkor itt ez már olyan, tényleg olyan helyzetben van a a hogy jöhetnek ezek a péniszes. Más fog jönni. <coughs> Békemenet. De most éppen ugye, a, hát mint csak a béke, a béke jutott eszembe, kicsit távolra ugrok, és tudom, hogy nem szeretitek, de vagy a... Se arról szól, hogy nem hozom be, de hogy a, hogy a drága Viktornak a barátja Vladimir Putyin most kötött, gyakorlatilag egy együttműködési szerződés kötött Észak-Koreával, ugye? Ne, igen, igen. De, de, tehát ez azért ez egy olyan szép béketábor Csak ez egy olyan béke tábor azért, tehát hogy... hogy Észak-Korea, Kína, de Oroszország... De ez már egészen, egészen tehát eddig csak az a... volt, hogy akkor Észak-Korea nem tudom milyen fegyvereket ad a háborúhoz, de most már effektíve katonákkal is ott vannak a fronton, tehát azért ez már egy ilyen ez igen. Tehát, hogy Észak-Koreával ez úgy csodálatos. De ezt csod, tudod, jelent, hogy akkor Orbán Viktornak már nem csak Putyinhoz kell béketárgyalásokra utaznia, hanem lesz, Kim Jong-unhoz is. A te pénzedből. Mert mint azt szintén megírta a kiváló kollégánk, Kolárdóra, még nem tudom, néhány hónappal ezelőtt, hogy ezek a bizonyos béke missziók, ezek a mi pénzünkből mennek, és nem az mi Európa. Bár. Hát mi? De, 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 mondjuk az, az is mondjuk a másik 20 tagország számára, mert, mert ugye úgy adta elő, mint hogyha az Európai Parlament képviselő, vagy illetve a soros elnökség Igen. vezetőjeként tárgyalna, és ezt mondták ugye nekünk, hogy hát, hát, hát nagyon nem. Úgyhogy... Ez egy csodálatosan sikeres hogy ez a soros elnökség. Tehát egy, júliusban vettük át, vagy a nyár közepén, most vagyunk már itt október közepe tájéken, a két hónap a átra, már karácsony tájékán már nem lesz semmi. De hát olyan finis lesz, Gyakorlatilag fél éve, ez hogy mi, mi, lettünk az el, hát le lebénult az egész uniós dolog. Tehát ide szerintem pár ilyen tizedrangú delegácián kívül a kutya nem jött pedig arról volt szó azért, hogy milyen napi rend, meg, meg nagyon fontos témák, hogy bővítés lesz. nektek. de meg a versenyképesség, ugye... Úgy, tehát... úgy, nézünk ki, mint hogyha nem lennénk tagja az úr Európai Uniónak, ma úgy viselkednek velünk, és hogy azt érdemeljük, hogy gyakorlatilag fél évig lebénul egyszerűen az Európai Bizottság, meg az Európa, minden lebénul addig, ameddig január 1 nem tudom, kinek fogjuk majd átadni a stafét. Tehát akkor majd megint azt fogjuk látni, hogy mint hogyha működne az unió, most hát most fél évig így nem működik. Tehát ez a, ez a, itt tart Magyarország jelenleg, hogy ennyit tudunk hozzátenni ez a közösséghez, hogy fél évig lófűtje az egész. De hát az unió is itt tart, hogy, hogy, van ilyen forgatókönyv, tehát hogy ez úgy van kitalálva, hát hogy, hogy össze kéne kapaszkodni, és hogyha az egyik láncszám kiesik, akkor, akkor mi történik? Nekik is de. lehet, hogy jól jön belpolitikailag, vagy nem tudom, én, hogy. Ahogy. Jó, mi, mi mindig izzé piszkáljuk az Orbánt, jó ki van azért PC-zve az Orbán szelker is, nagy. Mert... Rászolgál az Orbán. De, de, de még egyébként jól, jól megúsztam, mert ilyen kemény beszólni neki, mint a von der Leyen, meg a Manfred Weber, ilyen keményen korábban még nem szóltak be neki. Tehát azért volt türelem. Volt, de a Viktor is visszaadta neki szépen. Tehát itt olyan remek, olyan remek most, a... most, szerintem nem volt a elemében, te szerintem most eltaktikázta magát. De hogy összességében én csak azt akarom mondani, hogy... hogy... De, it itthon előadta a Kossuth é. Rádiós mikrofonálvány előtt, hogy, hogy, ő, hogy, ő, ő tíz itt válaszolt végül is, Ott ott, ott nem volt annyira harciás. Tudom, de hogy, a, hogy ilyen remek helyzetbe sikerült hozni ezt a remek kis országunkat, hogy mi vagyunk itt a, az izé, tehát a nem tudom, az, a baltikumi államok, meg az összes de olyan békésen vannak ott, hogy van egy nem tudom milyen kormány, és semmi harcot nem folytatnak Brüsszel, szépen jön a támogatás, és abból jó, nekünk sikerül ez a, a, a ügyeletes hülyének lenni állandóan, aki itten pattog. Meg a, a alatt volt az, hogy a Magyarország olyan kicsinka fogja be a száját, és fogadjon el mindent. De szerintem egy olyan rossz pozícióban vagyunk ezzel a állandó brüsztelezéssel, hogy egyszerűen már ne, ne, nem éri meg, nem jön be a. Tehát vesztességes veszteséges lesz itt, tehát nem, 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 jó, nem éri meg nekünk ez. Maga egyébként az az elképzelés, hogy a versenyképességre hegyezte ki ő a, a programját, az jó, de egy olyan or, ország, javasolja a versenyképességet, ami a saját versenyképességet nem tudja megteremteni, és folyamatosan olyan döntéseket hoz a kormány, ami versenyképessége ellen hat. Hát vicces, hogy akkor is elmegyek, és akkor... Ne, tehát megtanik. érted, a saját, otthon nem tudom megnevelni a gyereket, de elmegyek a környékre, és az összes is egy gyereket majd én rólad jól megnevelem. Tehát pff, persze, hogy azt nem kérek ebből szaggyatni, szóval, Szerintem még, 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 ennél még durvábbakat is fognak mondani, majd megmondják a, a, Magyar Uniós Elnökség mérlegét, semmit nem csináltunk, azt mondják. Jó nem mentünk erre. Noha tényleg az Európai Unióban súlyos gondok vannak, tényleg. De, de nem a magyarok fogják ezt megoldani. De majd szerintem azért ki lesz írva az, hogy sikeres volt a hát az ezt, Uniós Elnökség. Hát hogy Mint ez... ahogy a Maja megírta már, szerintem a plakátok Tehát már nem készülnek. Rossz, Tehát igazából, mint a, a kormány nem is törekszik rá, hogy sikeres legyen. Tehát nekik annál annál jobb, mely, amennyivel rosszabb. Tehát, hogy, tehát, hogy hát ide nem jött senki, hát minket utalnak, mind, mindig ki lehet használni minden hát szituációt. Képzeld, mit kapna a Putyintól, hogyha összetákolná az Európai Unió, hogy sikeres lenne az Európai Unió, tehát hogy mit mondana? Hát de, de, ezt, de, direkt erre is készültek, szerintem ez nem hülye egyik fél se, tehát, hogy itt ez le volt ez már előre, valószínűleg volt a forgatókönyv, hogy itt, itt ez biztos, hogy a brüsszeliek nem jönnek ide, mi meg itthon tudjuk kommunikálni azt, hogy hát lám, hát ezekkel nem lehet együttműködni, mert hogy ezek utálják Magyarországot. A Weber re itt mondott, tehát, hogy hungarofób, meg nem tudom én mit, tehát, hogy ez... Mindenfób, persze. Tehát ez de, Te valami jót is, uh, mondtad azt, hogy az A hogy nem Igen, ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani, hogy Szobó. Csak ennyit El mondok. Szobó. a barátnőjét, gratulálunk. Ez az Igen. a barátnő, akit hagyott, és most visszajött, vagy vagy, vagy, nem, vagy nem tudom, most, vagy ne, nem, ő úgy. Én, én mindig csak a foci pályán nyújtott Tehát, tehát ő, 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 ő még akkor szeretett bele, amikor Szoboszlai még ilyen, hát nem azt mondom, hogy átlag focista volt, de emlékszem, figyeltek, az első, nem tudom, te emlékeztek-e valamit, hát, de Maja azért, Azért a férjed révén szerintem te is az a fociban néha, néha belenézegetsz. Hmm. Tehát a, szom... a, nő ne a, a nők nem nézzenek a foci, Az is, hát miért? Debreceni foci, jó, és akkor most nem nyitok egy izért, egy gyugyák balás ezért, topikot, de hogy a szobosztályt, a 15 évesen vettem észre először, akkor még nézhető volt a köztévé, jobban, mint most és akkor, de lehet, hogy már az m sport volt, és mondták, hogy van egy srác, és valami a 30 méteres szabadrugásból akkor a és azt mondták, hogy ebből egy nagy, nagy játékos lesz, és mondom, ja, jó, ez is megy a, majd a levesbe, mint az előző 30-40 ilyen reménység. És tényleg, tehát ő, ő az, akinek ilyen a pályája szerintem. Tehát ő neki teljesen töretlen. Én nem értek ez, hogy segítsetek, hogy ő valamelyik ilyen ö, friss fociakadémián tanult, és onnan nőtt ki ez a karrier. Vagy az ő... apukája, nagyon ö, jó érzékeny, nem tette be a Puskás Akadémiába felcsútra, nem tette Egyényi be a, a mi kedvenc csapatunk, a Kispestnek az Akadémiára, hanem az apukája, ha jól tudom, alapított egy saját fociklubot, és, és ott pallérozódott a, a srác és nagyon hamar ö, aztán Ausztriába kezdett, Salzburgba, onnan ment át Lipcsébe. Lipcsébe és onnan ment át a Liverpoolba. Tehát mondom neki, nagyon-nagyon szép fejlődés, hát egy baj van, hogyha a szoboszél lesérül, akkor annyi, ahogy elnéztem ezt a magyar válogatottat, akkor tehát én tök egy személyes az egész. Van egy-kettő, mert a <kül> salai, meg ugye vannak, vannak ott azért <kül> jó játékosok, de, de hogyha ha lesérül a a szoboszlai, De jó, de hát az argentin válogatott is úgy volt, hogy ha messzi nincs, akkor. Nem csak adott, hogy mondjuk valami jót, és most szabelt. nagyon szépen berakta ballal azért, ég, úgyhogy az. Sőt, jobban is. Hát az a 11-es jobbal, de az akcióból azt hiszem ballal. Az, burit, azt az az, van, ballal igen, burit, igen. az nagyon Tehát Ballal és jobbal is. De, na, egy... volt, úgyhogy megmen, Valószínűleg rossz a kispadját azért megmentette, mert itt azért voltak olyan csúnya. Eredmények, azért ugye a hollandokkal is sikerült x az is lehetett volna azért Szóval most, jó, most jó, most jó, most jó, jó, jó. Nem annyira jó a magyar foci, mint mondjuk volt egyéve, most azért németektől 5-0-ra kikaptunk egy kicsit a fájt. Szóval, igen, az ügyes volt. <coughs> most megint a valószínűleg át kell kicsit, újra kell varni a gombot, most valószínűleg a rossz -i. Tehát már látszik, hogy más embereket próbálgat, meg más felállás, most megint van egy ilyen kis vérfrissítés, de a Mar Marcinak meg nekem a rosszíró soha nem lehet egy rossz, rossz szót mondani, é, 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 é. mert mi kispes szurkolóként örökké hálásak vagyunk, hogy abból a, pff, hát, abból a é, csapatból tudott bajnokot csinálni 2016-ban, hát ez az valami zseniális. É, é, é. Most hol vagyunk? MB2. MB2 kieső. Tizen. Tizen. Úgy, Visszajöhetne. Úgyhogy csak itt csak tovább. Csak így tovább. Az itt az eszembe, itt a... Nem akarom felfojtani a szót. Soha többé nem fogok veletek beszélgetni. Miért? Hát ja. nem értek a focihoz, és nem mondtátok, Kellettek hogy készüljön. Ja. Hát figyelj, de hát ennél többet mi sem Hát mi is, csak, csak nézzük, hozgott, hogy nézzük, nézzük, gól, é, jó. és ami, ami nekem megragadta, hogy betette bal, betette jobbbal, betette bal, úgy szeretném, hogyha lenne egyszer egy olyan kormányunk, aki <coughs> a bal és a jobb oldal érdekeit is figyelembe veszi. Jaj, de szép. Nagyon szép. Ó, oh, mi, mit szólsz, milyen átkötés. Volt, <laughs> Pedig én akartam átkötni, hogy... A, de kösset, most... Hogy a, a Magyar Péter olyan, mint a szoboszlai, hogyha ő a kis pártjában lesérül, akkor akkor mi lesz a Tisza párttal? Oh. Hogy vannak uh, ilyen jó emberek most kint az LP-ben, de egyébként... Igazolni kell. Sztárigazolásokat. igazolásokat. Ő nem igazolhat bárhonnan. Nem, az kétségtelen. De magyar válogatott se. <laughs> onosítani, Igen, kézzel, ha honosítanám mondjuk Gulyás Gergelyt, vagy valami. Figyelni kell látjuk. a TV2-nek a híradóját, és akkor majd mindenki fog derülni. Nem De sem. Ennél is fontos, hogy <laughs> 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 minket figyeljenek. Bizony. Ez volt az Ez viszont privát 23. adása, és ezt az adást is meg tudják nézni a klasszis média YouTube csatornáján, amit klasszis néven tudnak elérni. Ha még ne, nem tették, azért remélem, hogy minél kevesebben vannak, akkor iratkozzanak fel. És akkor nem csak ezt, hanem az előző 22 adást, a klasszis klubjainkat, az utcaemberét, ugye, amit itt tanult kollégám szokott vezényelni dobozoltán Zoltán, és Bozsó Péter kollégámmal, és minden egyes podcast tartalmunkat is meg tudják nézni, és vissza is tudja. Ezt a, és podcaston ezt is vissza tudják hallgatni, ezt a műsort. Hát, köszi, hogy beszélgethettünk veletek. Én most volt. megyek is írok a tv 2 Helyes, te hova mész most? Ebédelni. Akkor mindenkinek további jó étvágyat, szép napot, Jövünk vissza egy hét múlva. Minden jót, viszontlátás. Viszontlátásra!